Sziasztok, én Márton vagyok, és ebben a mai videóban itt vagyunk egy újabb WWE 2K23 Universe Mode epizód, de ez itt már az áttörés. És az áttörésnek a nyitó mérkőzésének az első részevője nem más, mint sem az itt érkező Etalon, az igazi férfi Rufus Goldfield, bele is vágunk közepébe itt a nyitó mérkőzéssel. Érkezik Rufus, akit, ha jól emlékszem, legutoljára akkor láthattunk, amikor Maverick, ugye a jelenleg regnáló Revolution bajnoknak a nyílt kihívását fogadta el az Etalon, és egy nagyon szép meccset tudtak birkózni fejfej mellett, azonban végül Maverick bebizonyította a megtörtetlenségét és megvédte a bajnoki címét Rufus Goldfield ellen, aki egyébként korábbi kétszeres Revolution bajnok itt ebben az alternatív univerzumban. Ugye itt hiába a birkózók ugyanazok, azért a történetek más a történet, és ezáltal mások a bajnokok. Azt kell erről tudni, tehát hogy itt ilyen egyedi sztorik vannak, mert mit tudom én. Tehát így van. Érkezik Rufus Goldfield a ringbe, már ott is van, és ez olyan lehet hallani, közönség igencsak kedveli Rufust, hát meglátjuk. Hiszen nem lesz más az ellenfele, mint sem a Szahara alfája, a nagy úr, Zafar Amin érkezik is a ringbe, akire már lehet tudni, hogy nem éppen a legkedvesebb ember, és ez a közönségem miatt nem is nagyon kedveli Zafar Amint, aki minden adandó alkalmat megragad arra, hogy kifejezze azt, hogy mennyire nem szereti a magyar közönséget. A Szahara alfája, az idő ura, a nagy úr, Zafar Amin érkezik is a ringbe, szokásos modorával természetesen. Ő lesz tárgyat, hogy futgott fidelmen fele. Őt a legutóbbi undergroundokban szerintem nem is nagyon láttuk, de attól még kapott egy lehetőséget itt az áttörés, hiszen egyébként ő is korábbi HCV bajnok volt, mint itt ebben az alternatív univerzumban. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy Zafar Amin mire fog menni Rufus Goldfield ellen. Zafar kezdene, de Rufus azonnal jól tud kezdeni, de most Zafar veszi vissza az irányítást és érkezik a saját kombinációjával, azonban Rufus sem hagyja magát, és ott egy close line Rufustól földre küldi Zafar Amin, majd ott van egy újabb close line Rufustól, jó, de ez az Etalon, majd egy neckbreaker. Így van, ezek Rufus Goldfield pillanatai, azonban Zafar Amin már közben talpon van, és Rufus inkább a közönségre figyel, mint sem, hogy a nagy úrra, az ellenfelére, és hát Zafar ezt a lehetőséget külkeményen kihasználja, hátulról támadja meg Rufust, most pedig tus helyzet, azonban egynél ki tud rúgni az igazi férfi, ahogyan magára szokott hivatkozni Rufus Goldfield. Most azonban ott vannak a kötélnél, Rufus próbálna vissza támadni, de egyenlőre ez nem olyan sikerül neki. Zafar most küldi a sarokba Rufust. És ott kezdi el ütésekkel bombázni. És most pedig ott a térdével, a lábával folytogatja Rufust. Borzasztóan kellemetlen, túl sem egy ismételten Zafar, ez már talán meg lehet, de nem. Rufus ki tud rúgni, amit pedig a nagy úr nem hisz el. Akkor azonban egy térdessel érkezik, Rufus pedig kigördül, próbál magának teret nyerni. Hogy össze tudja magát szedni, azonban Zafar érkezik, és ki, és ott van a Devil's Handle. Az apronról. Majd pedig küldi vissza Rufust. És érkezik.
majd pedig Rufuszt a sarokba. És Vippeli azonban Rufus azt el tudta kerülni, és most érkezik vissza az Etalon. Nem! Zafar ismét visszaveszi az irányítást. És most pedig könyökösökkel érkezik a nagyúr. Majd pedig Tusra is megy. Az Etalon bajban, de nem. Hát mi lesz ebből? Mi lesz ebből? Zafar Amin ünnepelteti magát. Csak ő senki nem ünnepli. Ennyi a különbség, míg Rufus pedig nagyon is támogatja a közönség. Zafar Amin abszolút kontrollban. Mire készül most vajon a nagy úr? Mit szeretne? Mit szeretne? Rufus tápászkodik föl. Megragadja Zafar Rufus, de Rufus vissza tud támadni, és most pedig meg tud indulni könyökösen, majd még egy páncsal, ha jól láttam, majd pedig fut a sarokba, onnan jön vissza egy újabb forármal, majd egy bulldoggal az Etalon. Túl sok időt hagyott Rufus számára Zafar, és össze tudta magát szedni, hogy egy ilyen támadást be tudjon vinni, most pedig kirúgja Zafar lábát, és ott van az arany DDT, vagy arany láb DDT, tök mindegy. Az a lényeg, hogy Rufus Goldfeet Tusra megy, de nem. Zafar Amin kettőnél ki tud rúgni. Micsoda nyitó mérkőzés ez, te jó ég. Hát Rufus készül befejezni ezt a mérkőzést, sikerül-e neki? Sikerül-e? Arany lesz szuper kit, de Zafar elkapja. Zafar elkapja, és ott van a clothesline Zafartól. De atyaig! És most pedig Zafar elkezdi ütlegelni Rufuszt. Ajjaj! De Rufus vissza tud vágni. Vissza tud vágni, és be is tud menni a ringbe. Azonban ennyi idő alatt már Zafar összeszedte magát. Összeszedte magát olyannyira, hogy visszavágja Rufuszt, de Rufus még így is próbálkozik. Nagyon nagy küzdő Rufus, de shoulder tackle-lel rövidre zárta a próbálkozását Zafar, majd pedig készület valami nagyobb manőverre, Zahra Driver nem talál, de aranylás szuperkick a semmiből Rufustól. Tus helyzet, és megvan az Etalonnak a nyitó mérkőzés. Szép mérkőzést volt ez, itt Rufus Goldfeet, hát elkezdett egy kicsikét itt a végén visszajönni, de ez ténylegesen ez azért volt szerintem, mert Zafar Amin elbízta magát, és túl sok időt adott arra, hogy Rufus Goldfeet összeszedje magát, ami után pedig már Zafar nem tudta visszavenni a kontrollt mérkőzésben, és így Rufus Goldfeet a semmiből be tudta húzni egy aranyláb szuperkicket követően, a befejező mozdulatot követően, tehát a mérkőzés győztese Rufus Goldfeet. És most pedig a második mérkőzése a mai áttörésnek, majdnem underground-on mondtam, de áttörés, érkezik itt a jelölt rockstar, Danny Rocks érkezik itt a ringbe. Ugyebár Danny Rocks legutóbb, ugye a véres novemberen, mi arról beszélnénk a véres novemberről, akkor megvette Chris Dice korábbi hátsó bajnokot, Danny, amiután az Ötkövet Underground-on Moza Rolandot akarom mondani, hogy neve vissza legyőzni. És hát aztán pedig nem nagyon volt már Danny, de ez mind elég volt arra, hogy kapjon egy lehetőséget itt a mai Underground-on. Mai Underground-on akarom mondani, de ez az áttörés, a gála még mindig, és érkezik Danny Rocksnak az ellenfele, aki nem lesz más, mint sem Milan, ki magát a wrestling fenoménjának tartja, korábbi Revolution bajnokról beszélünk a személyében. Milan érkezik is, így van. Hát meglátjuk, hogy Milan mit fog tudni kezdeni Danny Rocks ellen, mint korábbi Revolution bajnok. És hát őt ugye nem nagyon kedveli a közönség, hiszen Milan hangoztatja azt, hogy rajta kívül
itt nem ér senki más nem ért ehhez, amit úgy hívom, hogy dibirkózás, és csak is ő az, aki ért ehhez az egészhez, még a közönség sem, senki sem. És azt mondja, hogy aki nem úgy csinálja, mint ő, az annyit is ér gyakorlatilag. Tehát nagyon, nagyon érdekes álláspontja van ezzel kapcsolatban Milánnak. Ugye Milán sokkal inkább a catch wrestling stílusát képviseli a birkónak, és ajjajjaj, ezt most mégis mutatja, és hát gúnyosan bánik Dannyvel, de Danny érkezik. Így van. Hatalmas strike-okkal, mert pedig küldi a kötélre Milánt, azt elkerüli, és Shadowból jön vissza. Egy hatalmas trószlájnnal Danny Rocks, az önjelölt rockstar. Milán össze is szedte magát, Danny Rocks egyben megy is rá. Pillanatra Rufus-t akartam mondani, de Danny Rocks és a Milán mérkőzik éppen most, mert Milán vissza tud talán vágni. Most ő küldi be Rufus-t a sarokba, Dannyt a sarokba, nem tudom miért mondom most a sem Rufus-t ennyire. Az a lényeg, hogy Milán átvette az irányítást, legalábbis hatalmas taposásokat intézett Danny Rocks-nak. Már pedig újra a sarokban, mire készül? Ojjaj! Áó! A karra támad, de hát a kötél segítségével eléggé gúnyos Milán, és eléggé sportszerűtlen, hogy a kötelet is használja. Majd pedig a hammerlock pozícióval a Russian leg sweep, ami szintén ezáltal karra ment. Danny Rocks még ki tudott rúgni kettőnél. Azonban Milán azonnal ott van. És egy... Ajajaj, hatalmas egy side slam, és ugye ott is a karra mért el. Hiszen a Danny Rocks-ak a karját behúzta saját háta mögé, vagy hogy mondjam. Hát igen, ugye Milán ez az egyik nagy taktikája, hogy a kart próbálja eliminálni minden egyes ellenfelénél. És hogyha ez sikerrel jár, akkor az bizony általában egy győzelmet szokott a számára jelenteni. Danny Rocks kigördül a ringből, és hát Milán mutatja, hogy akkor jöjjön vissza, ha tud. Jöjjön vissza, ha tud. Jönne is vissza, és ez meg is van. Jön is vissza a ringbe, Danny, de ott van már Milán, össze is szedte magát ennyi idő alatt, hogy azért jóval kevesebbet kapott eddig minden, és egy backbreaker után tussa is megy. Meg lehet akár Milánnak, de nem. Rufus ki tud rúgni. Milán szerint a bíró egy kicsikét lassan számolt. Hát nem tudom, szerintem az pont egy jó számolás volt. Azonban most a sarokban kezdi el gyepálni Milán Danny Rocks-t. És most pedig szintén a kötelet használja, és úgy feszíti a karját Dannynek. Hát igen, az egy acél sodrony, akárhogy is nézzük, az nem lett kellemes. Majd ismételten karra mér sztrájkok. Egy térdes a karra. Majd pedig, egy újabb ilyen karra mér side slam. Tush helyzet a ring közepén, meg lehet Minának, ez egy nagyon jó kombináció volt, azonban Danny Rocks kirúg, nem tudom miért Rufus-t akarok tényleg mondani, azért bocsi. Tehát Danny Rocks kirúgott, de Milán készül valami nagyobb manőverre, ami nem talál be. Nem talál be, Danny Rocks el tudja kerülni és ütlegeli őt a kötélre. Azonban nem, Milán egy hosszánnal visszatámad. Te atya ég. Mire készül Milán? Mire készül? Behúzza a ring közepére Danny Rocks-ot. Danny Rocks. És készül valami nagyra, ami nem talál be ismét. Jön vissza Danny. És most ő az, aki érkezik a sarokban ütésekkel, azonban Milán kontrázik, és most pedig ajjajjaj! Hatalmas dupla térdes a karra! Hatalmas egy codebreaker a karra, a tús helyzet, meg lehet, nem? Ezt Milán már nem akarja elhinni, hogy ebből is kirúgott Danny. Hát akkor készül befejezni a mérkőzést Milán, ha jól láttam. Vippeli a sarokba Danny, de nem.
Hoppá, Danny! Ismételten! Fel van tüzelve az önjelölt rockstar, Clothesline a kötélről visszajöve, Flying Clothesline, Milán a sorokban, ott van a Bekelbo Danny-től, oly, és pozícióban a Love Gunhoz, ami be is talál. Itt lehet a nagy lehetősége Danny Rocksnak, hogy megnyerje ezt a mérkőzést, de Milán kirúg az utolsó pillanatban. Te atyai! Danny ütlegeli a sarokban Milánt. A Viperi ez a szemköztibe, ahol egy újabb bekábúval fogadja őt. Ó, de Milán tudott kontrázni, és ajaj, be is tudja fogani a karfeszítést. Ajaj, Danny Rocks most nagy bajban van, nagyon durván ráfeszít Milán a sérült kar, vagy az eddig is támadott karra, Danny Rocks pedig feladja a mérkőzést teljesen érthetően. Nem szabadott kockáztatni a Danny Rocksnak, hogy ez akár egy komolyabb sérüléshez vezessen. És ezzel a mérkőzés győztese pedig a wrestling fenoménja, Milán lett itt tehát. Ajjaj, ez egy hatalmas egy karfeszítés volt, de atyaég. Csoda, hogy itt ennél a résznél nem lett tényleg komolyabb sérülése Dannynek, vagy nem is biztos, hogy nem lett neki komolyabb sérülése ezek után. De az biztos, hogy azért egyből feladta, tehát itt azért volt kőkeményen fájdalom és gond. És ezt Milán nagyon szépen kitervelte, és még is vitte a tervet. Így ezen a mérkőzésen, így tehát ennek a mérkőzésnek a győztese, a wrestling fenoménja, még egyszer tehát Milán. Így is van. Most pedig jöjjön a következő mérkőzés, ami egy kissé személyesebb, ugyebár, hiszen BT érkezik a ringbe, és BT-nek az ellenfele nem lesz más, mint sem a WXC vezetőedzője Robert Dreisker, vagy Avalanche, aki ugye a legutóbbi Undergroundon, ugye ha jól emlékszem, nem mérkőzött BT-vel, és hát csalással nyert egy picike, vagy hát nem is azt mondom, hogy csalással, mert végül is legálisan, hiszen a bíró nem diszkvalifikálta érte, de maradjunk annyiban, hogy nagyon sportszerűtlen módon nyert ott Robert Dreisker, hiszen a kötél, vagy a ring párnát, a sarokpárnát leszette, hogy BT-nek, az már alapból is ugye van ebben az univerzumban BT hátának egy története, hogy hogyan sérült az meg már, és hát arra dolgozott rá, ugye abba a leszedett sarokpárnába vippelte bele BT-t, és hát így a háta az acélszorítóval találkozott BT-nek a háta, és így tudta megnyerni azt a mérkőzést Robert Dreisker, de ami a habatortán, hogy még a mérkőzés után meg is támadta ez az ember Robert Dreisker, vagy Avalanche, ahogyan ez a becézése van, ami igencsak találó név, az megint csak kihangsúlyozom, de még a meccsük után még Robert Dreisker folytatta BT-nek a támadását, és további támadásokat a mért BT-re mérkőzések után. És hát ez vezetett ide, ebbe a mérkőzésbe, mert ugye tudni kell, hogy még az a mérkőzés előtt egyébként ők már sokszor megmérkőzték, és akkor azokat is BT nyerte, de most hát így kérdőjeles módon a Dreisker tudta azt a meccset megnyerni, és még utána nagyon komoly fájdalmakat is tudott okozni BT-nek. Hát most meglátjuk, hogy ezen a mérkőzésen mi is fog történni. Dreisker kezdene be, de jön BT. Azonban Dreiskertől egy fejelés, amivel kontrázik. Érkezett, de BT jön vissza. Azonban Dreisker ismételten visszatámad egy hatalmas egy clothesline Roberttől, mivel földre küldi a korábbi HCV bajnokat és korábbi Revolution bajnokat is egyben BT személyében, azonban BT most vissza tud támadni, de Dreisker egyből ott van a vipejében a sarokba, és ott pedig mire készül, páncsal menni, de nem tud,
BT-től a Kodra, most ők küldi be a sorokba Robertet, és ott van egy Chop, majd pedig klasszikus BT. Ezt már sokszor láthattuk, ezt a mozdulassort itt ebben az alternatív univerzumban. Ezek most egyértelműen BT-k pillanatai ide. Rövidre tartja a szemét Robert Rice kerül, amit jól tesz BT. Jól tesz BT, nem engedheti meg magának, hogy egy olyan ellenfél ellen, mint Robert Rice kerül, ne tartsa rajta a szemét, de pillanatra sem vezi le róla a szemét. Rice kerül közben, most mire készül, most meg tudja ragadni BT-t. És a kötélhez viszi, mire készül Robert, A BT, jól látom, torokkal vette le az acél sodronyból készült kötelet. De jó ég, de kettő nem, meg ki tud rúgni szerencsére. Hát igen, Dreisker előszeretettel él az elszasonló memmozdulásokkal. Túl helyezett most egy close sign után, de nem. Dreisker sem akarja elhinni. Hát úgy gondolta, hogy ő nagyon jól kilapította BT-t a sarokban, de BT már talpon, azonban Dreisker. Egy shoulder tackle-lel küldi le. Majd pedig egy térdes Roberttől. Majd elkezdi gyeppelni BT-t. Ajjaj. 120-130 kiló körül mozog Dreisker szerintem. Ez az ember elkezdte egy ütlegelni, azt nem lehet kellemes, most pedig egy szuplex Roberttől. Ugye azt nem kell mondanom, hogy a súly és erőfölény egyértelműen az osztrák behemótnál van, az osztrák hegyomlásnál van. Vagy hogy stílusosak legyünk az osztrák lavinánál, ha már Avalanche a neve, közben pedig BT próbál visszajönni. Azonban Dreisker jön vissza. Jön vissza. Most pedig fel is kapja BT-t a vállára. Ajjaj! A Death Valley Driver, te atya ég! Túlsa is megy, Robert! Ajjaj, nem! BT épp hogy csak ki tud rúgni. Ez 2,9 volt szószoros értelmében. BT próbál egy kis teret nyerni a ringen kívül, de Dreisker inkább utána ment, és ajjaj, bele a barikárba, te atyaig, de ezt BT el tudja kerülni. El tudja kerülni. És küldi vissza Robert Dreisker, aki azonban már talpon van, és érkezik is, így van. Majd egy hiptosz. Robert Dreisker közönséggel foglalkozik. Foglalkozott, mert már BT-t újra támadás alá veszi. Hatalmas egy könyökös, amit már BT beesik a sarokba. És érkezett Dreisker, de BT tud kontrálni, és érkezik egy close-line-nal BT. Majd még egyel, ez pedig elkerüli a kötélről visszajövő egy flying close-line. A botrány hercege most visszajött a ringbe. Nem a ringbe, a meccsbe, nem tudom már beszélni, mert most a Cradle Lady BT-től megvan. BT fenomenálisan visszajött és tush helyzet, de nem. BT ezt nem hiszi el. A Cradle DDT-ből is ki tudott rúgni Robert Dreisker. Most a sorokban vannak, azonban Avalanche próbál visszajönni. Most be a sorokba BT-vel. És BT jönne vissza egy újabb close-line-nal. Dreisker kigördül. Úgy volt vele, hogy inkább összeszedné magát a ringen kívül. De BT készülne valamire, ahogyan látom. Hoppá, hatalmas nagy dive. BT visszajött a mérkőzésbe, ezt ki lehet jelenteni. És küldi a ringbe Robert Dreiskert. És készül befejezni BT a mérkőzést, azonban Dreisker újabb fejelés.
Újabb fejelés, és ojjaj! Ojjaj! Egy újabb Death Valley Driver, de most már nem megy túlsa Robert Dreisker, hanem mire készül? Ojjaj! Ne! Mire készül Dreisker? Ott van a kötélen, a felső kötélre felmászott, ugrik, de nem talál! Nem talál be! Az a könyökös vagy splash, nem is tudom én mi. Nem talál, BT jön vissza, és BT-től most pedig a búcsúcsók. Nem talál be Robert Dreiskertől az a hatalmas nagy splash, és BT meg tudta az egészet fordítani, és a búcsúcsókkal megnyerni a mérkőzés azután, hogy Robert Dreisker egy hatalmas nagy melléeséssel is lezúvott a felső kötélről. Wow! Igen, komoly mérkőzés volt ez. A második Jetfire Driver után egy Dreisker megpróbál felmászni a kötélre, és onnan egy hatalmas splash bevinni BT-nek, ami a betalál, akkor vége lett volna a mérkőzés, ez a fix. De nem talál, de BT el tudott mozogni, és onnan pedig át a búcsúcsókba, a hatalmas nagy térdesbe, és ezzel pedig megnyerte a mérkőzést, tehát a korábbi Revolution és korábbi HCV bajnok Tóth Bence BT, így is van, BT, tehát a mérkőzés győztese. Egyébként, ha tetszik, és nem akarsz lemaradni az elszásonló tartalmakról, akkor iratkozz fel, és gyere fel a Discord szerverünkre, és ott tudsz csetelni a Birkóról, vagy bármi másról is. És a közösség tagja lehetsz, valamint részt vesz szavazásokon is, és a kérdéseidet feltelted a kérdések csetszobában, amiket pedig én aztán egy Q&A videó keretein belül meg fogok válaszolni. A Discord szerverhez link a videó leírásában. Így van, mindenképpen gyere fel a Discord szerverünkre. Na de azonban jön az első címmérkőzése mai gálának, a mai áttörésnek. Kérem szépen, ami nem más lesz, mint sem a Revolution bajnoki címmérkőzés. És érkezik is a svéd szupermodell, a kihívó élete legnagyobb lehetőségével. Érkezik is a ringbe nem más, mint sem Mons Svédberg. Iva Kolaszki kíséretében, ugyebár mint mindig új Svédberg most is Iva Kolaszki kíséretében érkezik. Ugyebár Svédbernek az ellenfele Maverick lesz, aki a jelenleg a Revolution bajnok, aki folyamatosan hirdette a nyílt kihívásokat az elmúlt undergroundokon, de Svédberg egyiket sem fogadta el, nem ő ment ki, hanem a legutóbbi nyílt kihívás után, miután Maverick megvédte a címét Szabó Tamás ellen, utána Svédberg megtámadta Mavericket. Maverick erre válaszul a következő emberben, azt mondta, hogy nem fog úgy a nyílt kihívást hirdetni, hanem Svédbernek inkább megadja azt a mérkőzést az áttörésen. Most érkezünk gálán, és itt vagyunk, kérem szépen, Svédberg, aki mostanság halmozta a győzelmeket, egy kiváló szériát fut, meget tudja kaparítani a Revolution bajnoki címet. Ne felejtsük el, hogy ott van Svédbergnél Iva Kolaszki, mint menedzser, mint fegyvertény. Na de, érkezik is a jelenleg náló bajnok, aki nem más, mint sem Maverick, a megtöredetlen geekember. Így van. Érkezik is a Reptile. Egyértelműen a közönség egyértelműen Maverick mellett lesz ugyan a mérkőzésen, hiszen ugye igyekszik Maverick felnőni a feladathoz, hogy az első bajnoki futását itt a Revolution bajnoki címmel méltó módon tudja prezentálni a HCV közönségének, itt ebben az Altabius univerzumban lévő HCV közönségének, hiszen ő úgy gondolja, hogy ez az út nélkül nem sikerült volna, közvetlenül nélkül nem sikerült volna. De azért valljuk be, hogy ehhez Mavericknek a megtöredetlenségek is kellett, hogy eljusson odáig, hogy a HCV Revolution bajnokának mondhassa magát. Kérdés az, hogy ezután a mérkőzés után is annak fogja magát tudni mondani. Már itt is van a kihívó, Iva Kolaszki kísérletében Mons Svédberg,
Skandinávia ígérete, mégpedig a másik sarokban pedig ugye a jelenleg rendálló Revolution bajnok, a megtörődetlen gyíkember Maverick. Maverick a bíró kezébe is nyújtja azt a bajnoki címet. Amire Svédberg rátekint. Lesz-e új Revolution bajnok? A Svédberg karrierének talán az egyik legnagyobb lehetősége. Utoljára bajnoki címesben Rufus ellen volt, amikor még Rufus volt a Revolution bajnok. De akkor ugye Milan váltotta be a táskát. És ezzel, és utána ő is nyerte meg azt a Triple Threat meccset akkor már. Hiszen beváltotta a táskát, hogy egy Triple Threat meccs lett abból. Maverick közben nagyon jól kezd, Svédberg azonban próbál visszajönni. Azonban Maverick nem hagyja magát. Most a sorokban kötnek ki, ott érkezik egy forearma Maverick, majd pedig egy bulldoggal a gyíkember. És meg folytatja a támadását Svédbergnek. Most foglalkozik már csak a közönséggel, de rajta tartja a személy Svédbergen, aki ugye nagyon keményen megtámadta őt, azt ne felejtsük el. Az egyik undergroundon, a mérkőzésre után ráadásul nevzik el, hogy még végt, vagy kimerülten biztos legyen az, hogy ne tudjon visszatámadni Maverick. Azonban most Maverick a sarokban Svédberggel, és érkezik Maverick egy hatalmas nagy boot. Hatalmas nagy csizmatabb, azonban Ivakolaszki már is bezavar a mérkőzésbe. Már is elvonja Maverick figyelmet, és Svédberg ezért érkezik is hátulról. De atyaég! Svédberg most pedig nagyon komoly térdesekkel érkezik Maverick fejére. Ajjaj! A svéd szupermodell! Igen, keményen. Válaszol Maverick egy hatalmas nagy lábcsavarásos mindenes Dragon Screw, majd pedig folytogatja a gyíkembert. Svédberg apai tanyai belead eddig ebbe a mérkődésbe kettő, de nem, mert Maverick ki tud rúgni kettőn, és Svédberg nem hiszi el. Szerintem ennek már meg kellett volna lennie. De azért még ez roppant kevés, szerintem, Melvinnek a legyőzéséhez, ez még nem elég bőven. A Dr. Oszán a sorokban viszont megvan a tus helyzetre, mely Svédberg ismét, de ismét kidug Maverick. Svédberg most pedig egy suplex. Nagyon szép suplex, ez már talán elég lehet, kettő, de nem. Nem akarja elhinni Svédberg. Hát akkor talán még egy suplex? Nem, Maverick. Maverick tud kontrázni. Azonban Svédberg jön vissza, hatalmas a térdes. És hátába rúg egyet Mavericknek, majd pedig hatalmas taposítság és egy forearmmal érkezik. Tus helyzet, de nem. Svédberg Maverick szemébe nyúl. Ha jól láttam, az arcába. Borzasztóan agresszív most Svédberg. Látszik, hogy készült erre a mérkőzésre. És az is látszik, hogy Ivakolaszkival, egy igazi haditervel érkeztek erre a mérkőzésre. Most pedig sarokban gyepálja Mavericket, aki azonban próbál visszajönni. Így van, a gyíkember visszajöhet, de Svédberg tőle kontra, majd pedig egy headlock driver. Egyik fő mozdulat a Svédberg, nem meg lehet neki ez a mérkőzés. Kettő, de nem. Nem hiszi el Svédberg.
hogyan rúgott ki ebből Maverick? Mit kell még vajon neki tenni ahhoz, hogy legyőzze a gyíkembert? Teszi fel a felső kötélre, azonban Maverick le tud jönni. Most ő az, aki felteszi, vagy ő az, aki vipped a sorokba, és most már teszi fel a felső kötélre Schwedberget. Ojjaj, mind a ketten a felső kötélen, onnan nagyot lehet esni, és el is történik a szuperplexel. This is awesome, a skandál a közönség, de Schwedberg kigördült, hogy időt nyerjen, azonban Maverick ugrik is király. Hatalmas nagy dive. Majd pedig vissza is mennek a ringbe, és ott Maverick érkezik egy clothesline-nal. Majd még egyel! Szerencsétlen Schwedbergnek, ez most nagyon rossz helyzet. Majd pedig, mire készül a Maverick, egy hatalmas nagy backstabber. Egy, kettő, de Schwedberg ki tud rúgni. Hogy a fenébe? Hogy a fenébe tud ebből kirúgni Schwedberg? És Maverick most mire készül? Már tápaszkodik fel Schwedberg, azonban Ivakolaszki már megint. Már megint Ivakolaszki, és Schwedberg felfordítja egy roll-up-paszt, cool boy, roll-up, új bajnokunk lehet? Nem, Maverick ki tud rúgni. Maverick ki tud rúgni. Schwedberg menne is rá, de Maverick azonnal felkapja Schwedberget, és a Maverick driver bent van. Bent van a Maverick driver. És megvan Mavericknek a mérkőzés. Hú, ez nem sokan múlott, ez nem sokan múlott. És Maverick Ivakolaszki szemébe is nézett ott, majd bizony ez neki megvan. Hiába a sorozatos beavatkozása Ivának. Igaz, majdnem meg lesz Schwedbergnek a mérkőzés, de a majdnem az egyenlő a semmivel továbbra is. És ezért Maverick folytatja a regnálását, mint Revolution bajnok. Kérem szépen, a mérkőzés győztes, tehát ezért továbbra is Revolution bajnok, Maverick! És most pedig jöjjön egy újabb címmérkőzés, ami ezúttal a csapatbajnoki címekért fog zajlani. És az első részevői, az első csapat érkezik is, a Beautiful Royalty, kérem szépen, Ted Wellington és Aiden Cortez érkeznek is a ringbe. Őket már rég nem láthattuk itt, ebben az alternatív univerzumban, de most újra itt vannak, és meg fognak mérkőzni a Tag Team bajnoki címekért a Gulyás testvérek ellen. Ugyebár a Gulyás testvéreknek nem volt kihívója, nem tudjuk, hogy ki lesz a kihívójuk az áttörésen. És így ezért úgy döntött a vezetőség, hogy ezt a lehetőséget most Ted Wellingtonnak és Aiden Cortez-nek fogja adni a Beautiful Royalty-nek. Ugye ez egy alternatív univerzum, ezért minden Wellington és Aiden Cortez is még itt aktív in ringben is. Na de akkor jöjjenek a bajnokok, a tag team bajnokok, a csapatbajnokok, Gulyás Öcsi és Gulyás Vilmos, a Gulyás testvérek, kik a Vírek novemberen nyerték el a bajnoki címeiket az Heroes of Hungary ellen. És ez lesz az első címvérésük. Kérdés az, hogy valóban meg tudják-e majd védeni azokat a bajnoki címeket. Hát meglátjuk. Így van. Gulyás Öcsi, a falu bikája, és Gulyás Vilmos, a repülő szarvasmarha már a ringben is vannak. Meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Ezekért a Tag Team bajnoki címekért fog zajlani ez a mérkőzés. Így is van. Ugyebár a kihívók először is nem mások, mint sem a régen nem látott a visszatérő Aiden Cortez és Ted Wellington a Beautiful Royalty, akiket hát
ugyanannyira nem kedvel a közönség, mint egy eddig nem kedvelte őket. És a másik sarokban pedig a jelenleg álló tag team bajnokok, Gulyás, Vilmos és Gulyás öcsi, akiket már sokkal jobban fogad a közönség. Hát meglátjuk, mi fog ebből a mérkőzésből kisülni. A bíró fel is mutatja azokat a bajnoki címeket. Tehát Wellington és Aiden Coach az készen áll, Gulyásék szintén készen állnak, és először is indul ezzel az a mérkőzés. Wellington kezdene be, de öcsítően egy hatalmas egy fejelés. Hát ezt nem kell mondanom, hogy kinél van a súlyos erőfölény. Wellington a sarkuk belség esetet, ének, hogy ez beváltja magát. De ez annyira nem zavarja öcsit, hiszen öcsi még Aiden Cortezzel is el tud bánni, ahogyan látom, legalábbis egy hatalmas egy maflást lekevert neki, majd pedig egy clothesline Gulyás öcsitől. Nagyon jól kezdenik a tag team bajnokok, ezen a mérkőzésen maradjunk annyiban, és szerintem ez enyhe kifejezés. Majd pedig öcsi egy hatalmas nagy sidewalk slammel érkezik. Majd pedig a sorokban a clothesline Cortez-nek, meg is ragadja Aiden Cortez-t Gulyás öcsi. Most pedig minek készül? Cortez tud visszatámadni egészen eddig, hiszen most már a sarkukba viszi őt öcsi, és érkezik be a repülőszarvas, már a Gulyás Vilmos, ajj, és egy hatalmas nagy páros menőver. Mire készül Vilmos vajon? Ütlegelni kezdi Cortez-t, majd egy clothesline. És most pedig a suplex Gulyás Vilmostól. Cortez pedig úgy van vele, hogy ő inkább kigördül a ringből, ő nem kér ebből. Hát Gulyás Vilmos ünnepelteti magát, egyértelműen közönség mellettük áll a gulyások mellé, és egyértelmű, hogy ezek a pillanatok most egyértelmű Gulyás Vilmosé. Na, Cortez nem kíván visszajönni a ringbe, hanem inkább elkezdik kint ünnepeltetni magát, és amikor pedig Vilmos kijön, akkor meg ő befut a ringbe. Hát elég idegesítő forma, és persze amikor meg már Vilmos jön be a ringbe, akkor ezt ki tudja használni előnként Aiden Cortez. Hát elég raffinált megmozdulás volt ez Cortez-től. Ezzel most szerintem át is tudták venni a kontrollt. Hatalmas a sztrájkok, záporoznak. Ott van Vilmos a kötélnél, és Aiden Cortez most pedig a kötél segítségét használva hatalmas egy forrálomokat mér. Vilmos hátára tussa is megy, kettő, de Vilmos ki tudott rúgni, meg öcsi is adtett volna, hogy megmentse a helyzetet. Tovább gyepálja Aiden Cortez Gulyás Vilmost. Mert pedig a sarokban Vilmos próbálna visszajönni. Így is van. És most pedig Cortez az, aki vitt pedig be a sarokba, és hát Wellington egyet ütött is, pedig ő az illegális ember jelenleg a mérkőzésben, de őt ezt annyira nem érdek, nagyon feszítik azokat a szabályokat egyébként, ez jellemző. A Beautiful Reality legyen most Wellington közben, most már ő a legális ember, hiszen megtörtént a váltás, tussa menne, de öcsi ott van, hogy egyből megtörje.
Wellington most pedig Vilmos személyébe nyúl, ha jól látom. És még arra is ügyelt, hogy a bíró ne is lássa, ezt a háttal voltak neki. Hát Wellington most pedig egy könyökösen érkezik. És ünnepelteti magát a közönség számára a szofisztikált szupergonosz. Majd pedig gyepálni kezdi. Vie most. Éden Kortics belecsíp, majd pedig egy hatalmas nagy manőver. Ez meg lehet, akár de nem, mert ott van Gulyás öcsi, és megtörte a pint. Azonban ott van Ted Wellington, aki a képébe röhög Gulyás öcsinek. És folytatja a támadását. Vie most, aki azonban most tud hárítani, és talán vissza tud-e jönni, az itt a kérdés. Egyenlőre Wellington megtartja a kontrollt. Most ő az, aki vippeli Vilmost, és ott van a Hiptos. Ott van a Hiptos Wellingtontól. Majd pedig minek készül a szofisztikált szupergonosz valami nagy manőverre, azonban Vilmost nem hagyja neki. Ez egészen egyszerűen nem hagyja neki. Azonban és Wellington visszavár, kicsitöröget, ójjaj, mi lesz az? Wow, hatalmas egy powerbomb! Tush helyzet, de nem. Öcsi megtörte a számot, és ez most itt kellett, ez most itt kellett. Ez Wellington egyik nagyobb manővere, ez a butterfly pozícióból powerbomb, majd pedig a ringen kívül egy shinbreaker. Majd pedig most visszamentek a ringbe, és újra a Beautiful Royality sarkában van Vilmos. Érkezik vissza Cortez. Aki most mások mire készül. Hoppá, Vilmos most tudta hárítani, és ott van a close line. Ott van a close line Gulyás Vilmostól, és ott van a tag az öcsére, Gulyás öcsire. Cortez van a ring közepén, de érkezik öcsi hatalmas, és shoulder tackle-lel. Ismét talpon van Aiden Cortez, de öcsi ismét most a close-line-nal érkezett. Majd pedig a vippeli a kötélés, minden a Big Back Body Drop. Tussra is megy. Azonban ott van Wellington, hogy megtörje. De Vilmos kezésbe veszi most Wellingtont. Mire készül? Öcsi, ott a Spear! Felöklelte Aiden Cortez, Ted Wellington pedig ki van ezzel Vilmos jóvoltából, és címet védenek a gulyások. Így van. Szép győzelmet arattam a gulyások, kérem szépen, Vilmos nagyon szépen kitartott, és beérett a kitartásnak a gyümölcse, hiszen el tudta érni Gulyás öcsit, az öcsét ugyebár, be tudta váltani, öcsi pedig kitakarította a ringet. A Vilmos is besegített, felökleltek Gulyás öcsi, aztán Aiden Cortez, amivel pedig már megnyerték a mérkőzést. Itt is van egy hatalmas spear, ami után mégis lett a győzelem Gulyások számára. Hát így van, így van. Vilmos és öcsi tehát a mérkőzés győztese, és ezzel megvédték a bajnoki címéket, és továbbra is regnálnak, mint a HCB Tech Team bajnokai itt ebben az alternatív univerzumban, kérem szépen. Mekkora győzelem Gulyásiknak, hatalmas nagy győzelem. És hát ezzel meg is volt az első színvédésük a Beautiful Royality ellen, kérem szépen. De most jön a főmérkőzése az áttöréstek, ami pedig nem másért fog zajlani, mint sem a HCV bajnoki címéért, kérem szépen. Na, akkor érkezünk, és a kihívó, aki nem lehet más, mint sem. A hardcore veterán, a sakbutalmi fenegyerek, Ron Corvus. Ugye ez a mérkőzés is normál szabályrendszerben fog zajlani. Mint ahogyan az eddigiek is. És érkezik Corvus, aki ki fogja hívni Boldog Brown-t a HCD bajnoki címéért.
ugyebár arra hivatkozva, hogy mostanság korábbi HCV bajnokokat tudott legyőzni a sokkultarjani fene gyerek, köztük Hűs Antalt és hasonlókat, és hát Boldogán nem volt annyira elragadtatva az ötlettől, és figyelmeztette is pökhenni módon, és roppant tiszteletlenül Ron Formust, hogy ugye szét fogja verni, hiszen ő csak egy újabb veterán, aki azt hiszi magáról, aki elhiszi magáról, most felér hozzá, vagy valami ilyesmi. És hát igen. És végül ugye az előző undergroundon Ron Corbus megmérkőző Szalai Zoltánnal, amit meg is nyert azt a mérkőzést, de utána Bodo Brown váratlanul megtámadta közvetlen az áttörés előtt, ugyebár, vagy az áttörés előtti undergroundon, úgy mondom. És itt is érkezik is az itt látható HCV bajnok, ki nem más, mint a parti állat, a Bodo Brown, aki egyébként hamar megérkezik a rekord döntéshez, hiszen a legutóbbi Vendettán lett HCV bajnok, és érkezik ugye az áttörés után a Vendetta. Ugye addig még lesz azért címvédése szerintem Boldónak, ugye itt is meg kell védenie, meg ahhoz, hogy rekordot döntsön, ahhoz a Vendettán is meg kell védenie a bajnoki címét, hogy megdöntse Hűs Antalnak egyébként a bajnoki regnálásának a rekordját, mint HCV bajnok. De az még a jövő zenéje, foglalkozunk azzal, hogy egyáltalán Boldó győzősen tud-e ebből kikerülni, ebből a mérkőzésből. Hiszen a ring egyik oldalán a veterán Ron Corbus, a sakkultarjani fene gyerek, a kihívó. Még pedig a másik sorokban pedig ugye hát a parti állat, a jelenleg regnáló HCV bajnok, ki egy igen domináns regnálást tudhat maga mögött, Bodo Brown. Hát egyértelműen a közönség az Ron Corbus mellett, hiszen Bodo Brown nagyon nagy, hát a rossz irányba történő forduláson ment keresztül, mióta megszerezte azt a bajnoki címet, és már előtte is ugye már, ahogyan megszerezte, már az is olyan kérdőjeles volt, és az nagyon nem túl szép volt. Na hát meglátjuk, hogy mi lesz ez a címvédés, hát boldogra a kapárból nem érdekli Corbus őt, és inkább a közönséget csitítja. És most pedig Ron Corbust is, de atyaig, ez már a tiszteletlenség, ne továbbja. Hát Corbus erre bemost neki egyet, azonban jön vissza Boldog egy close line-nal. Majd pedig elkezdi Corbus ütlegelni, úgy elkezdené, mert Corbus jön vissza. Azért a veterán tud érkezni. Boldó bajban van, most pedig mire készül? Hoppá, Boldótól a kontra. Most már vissza is tud jönni, de Corbus ott van, és Vippel is a kötélre Boldót, és ott érkezik a close-line-nál Ron Corbus. Így van, a salgó termény fene gyerek, ezt most jól meg tudta mutatni, azonban a kicsit sokat foglalkozott a közönséggel. És Bodo Brown azt tudta magát szenni, azonban Corbus jön vissza. Bodo Brown a sarokban, és ott kezdi el ütlegelni őt Ron Corbus. Most pedig taposásokkal érkezik. Corbus pillanatai abszolút ezek. Bemutat Bodo Brownnak. Nagyon komolyan. Azonban Boldó most jön vissza. És Corbus oda esett a kötélre. Boldó mire készül? Mire készül? Hát ojjaj! A kötél segítségével térdeseket mér Corbus hátára Bodo Brown. A kötél segítségével. Még egyszer mondom, most pedig egy fullover-észlem abból. Tussa megy a parti állat. De kettőnél kirúg Corbus. Corbus próbál egy kis teret nyerni magának. Bodo Brown pedig mire készül. Devil's Handle-t ugorna, de Corbus tudja kontrázni. Hát így van. Oh, de Boldó.
most beküldi a barikádhoz Ron Corvus, majd pedig Corvus fejjel veszi le az acél barikádot, az acél kordont. 4-4 jár a bíró, Boldog Brown pedig a ringben, hogyha a kiszámolással ugye nyilvánvalóan a bajnoknál marad a bajnoki cím, még akkor is, ha mind a kettőjüket kiszámolják, akkor nem cserél az F gazdát, és hát ahogy Corvus bejön, Boldog Brown úgy is dobja ki őt a ringben, ő nem akar pinfallal nyerni, ő megerészik azzal, hogy a Corvus kiszámolják. Hát igen. Boldog Brown mutatja, hogy ő mennyire okos, hogy ezt mennyire tudja, és csitítja ismételten Ron Corvust. Érkezne Boldog, de Corvus visszavág. Corvus. Most végre tud visszajönni a mérkőzésbe. Vippelni is Boldog, de Boldogtól a kontra. És most pedig ő az, aki vippeli Corvusos sarokba, és ott egy close line, ami megvan. Tus helyzet Boldogtól, de Corvus ki tud rúgni kettőnél. Corvus ki tud rúgni kettőnél, majd pedig egy suplex. Tusan egy ismételten Boldog Brown, de Corvus ki rúg kettőnél ismételten Boldog Brown. Már azt nem akarja nagyon elhinni. Kezdve egyre frusztráltabb lenni a jelenleg regnáló HCV bajnok, vagy pedig Boldogtól egy bullplex. Sütítja a közönséget folyamatosan Boldog. Jobban tenészítem, hogyha inkább a hardcore veteránnal foglalkozna, mert Corvus például ezek miatt most vissza tud jönni, és a spinning heel kick! A spinning heel kick, te jó ég! Te jó ég! Corvus nem megy tussa, tudja, hogy ez még nem elég. Boldog talpon, és ott egy close line. Ismét kell fel, Boldog. Ott van még egy close line. Ron Corvus jön vissza a mérkőzésbe, vippeli a sarokba. Majd pedig ott is egy close line. Tussa is megy. De Boldog ki tud rúgni kettőnél. Ron Corvus. Úristen, most minek készült? Ojjaj! Atya világ! Powerbomb! Powerbomb! És azonnal készül is a Blackout Power Driver. Hát még mindig nem megy tussra Corvus, mert mindig nem. De viszont nem talál be a Blackout Power Driver. Boldog Brown kapja fel most Corvus. Boldog Browntól a térdes, hatalmas nagy térdes. Ő az, aki most tussra megy. Itt lesz a vége, most mondom. De nem! Ron Corvus még ki tud rúgni ebből is. Ron Corvus nagyon akarja azt a bajnoki címet. Ez Ron Corvus karrierének a legnagyobb lehetősége, hogy megnyerje a HCV bajnoki címet, és érkezne is, de Boldog Brown ismételten. Kontrázik és viszi be a sarokba, Corvus teszi fel őt a felső kötélre, mire készülne, nem tudjuk még egyenlőre. Corvus az, aki jön ismét egy close line-nal. És ismételten készül a Blackout Power Driver-re. Nézzük, benn lesz, befogja Corvus Boldogot. Megvan a Power Driver! Meg lehet Ron Corvusnak, úgy HCV bajnokot arathatunk. De nem, Boldog Brown az utolsó pillanatban ki tud rúgni. De hogy? Úristen! A közönség pedig azt skandálja, hogy fight forever. Harcoljatok mindörökké. És nézzük, mire készül Ron Corvus. Onnan bizony, ojjaj, mi lesz az, mi lesz az, felkapja, szuperplexre készülhet, azonban Boldog Brown le tud jönni és kihúzza Corvus lábát. Lefejeli a sarokpárnát Ron Corvus, onnan pedig Boldogtól azonnal a szuplex, és most pedig átforgatja és felkapja a Gutless Powerbomb a ring közepén. Eznek már itt kell lennie a végének, és itt is van. Hiába Ron Corvus minden próbálkozása, még a Blackout Pyro Driverben is ki tudott rúgni Boldog Brown.
És, bravo, és le tudott jönni a Super Plexéből, vagy az inkább a Super Plex készüléséből. Utána Corvus olyan külkeményen megfejelti a sarokpárnát, amiről a jól láttam vérzett is a feje. Utána pedig a Gaffer Power Bomb. És 1-2-3 lett a vége, és ezzel pedig az áttörő főmérkőzésében Boldog Brown ismételten címet vér, és továbbra is Boldog Brown a HCV bajnoka.